Ciao gyerekek, köszöntök mindenkit a konyhából. Egy igazi nagy klasszikus fogunk megcsinálni, a töltött paprikát, csak éppen húsmentes verzióban. És azt is elmondom nektek egyébként, hogy az egész receptet tulajdonképpen loptam. Méghozzá tudjátok, hogy kitől? Magamtól. Magamtól, mert hogy ezt a videót én már megcsináltam rendesen húsos verzióban. Most megcsináljuk ezt hús helyettesítővel. A lényeg az mindig ugyanaz, hogy 150 g rizs, másfélszeres mennyiségű vízzel, addig főztem csak, hogy ilyen 90%-os legyen, tehát nincs totálisan megfőzve. És akkor ehhez jön a hús helyettesítő, amiről beszéltem nektek, amiből én most 400 g-ot fogok bele pakolni, és akkor tulajdonképpen teljesen úgy dolgozunk az egészen, mint hogyha darált hús lenne, tehát úgy is fűszerezzük sóval, borssal, nálunk otthon a családban egy kis fűszerpaprikával, jó kis fokhagymával, és egy kis finomra vágott vöröshagymával. Én egy kis szárított majorannát is szoktam hozzáadni, és az egészet szépen összegyúrjuk. Mondtam nektek, hogy magamtól lopok, mert hogy a saját receptem alapján készítem húsmentes verzióba. Akkor a videóban kiadtam a töltelékből a tojást. Most mit hagyok ki belőle? A tojást. Szóval adunk hozzá még két tojást. Figyeljetek, megtöltjük a paprikákat, jó? Ami egyértelmű, ugye a csuma részt azt eltávolítjuk, ezt be is nyomhatod a kezeddel, de egy kicsit szebb lesz itt egyébként a pereme, hogyha ezt lenyisszantod egy késsel. És amikor elkezded megtölteni a paprikát, akkor a benne lévő levegő összepréselődik, hogy ez könnyen távozzon, be lehet így csak így szúrni, vagy le lehet nyisszantani így a hegyét ennek a paprikának, könnyebb lesz tölteni, mert meglátjátok, ez ilyen prótip. És akkor gyakorlatilag szépen egyesével elkezdjük megtölteni a paprikákat. Arra kell figyelni, hogy ezt így ügyesen be kell nyomkodni, de így, hogy le van nyisszantva a vége, majd fogjátok látni, hogy sokkal könnyebben megy ez a dolog. Az a lényeg, hogy teljesen a végéig legyen megtöltve. Paprikák megvannak, jön a paradicsom mártás, amiben az egész majd elkészül. Olajat nyomatunk egy nagyobb lábosba, akkora legyen, hogy beleférjenek majd a paprikák. Erre jön egy kis hagyma, és ha üveges a hagyma, akkor erre nyomatunk egy kis paradicsompürét. Nem kell sok, kanálnyi, és szépen hagyjuk, hogy jó rozsdabarnára lepirüljön a hagymával együtt. És amikor azt érzitek, hogy ilyen jó pirult illata van, oda is pörkölődik az alja egy kicsit, na, akkor dobtok rá még egy fokhagymát, és még gyorsan elkeverjük, és már öntjük is rá a passzírozott paradicsomot, kb. Fél liternyit ehhez a mennyiséghez. Jön bele só, bors, kb. Egy evőkanálnyi kristálycukor, pici fűszer paprika ide is. Adunk hozzá két kis darab zellergumót. Az egész összerottyant, akkor felöntjük ezt fél liter vízzel, szépen elkeverjük, és most jönnek bele a paprikák ebbe a lébe. Az a lényeg, úgy kell ügyeskednetek, hogy nagyjából mindegyik paprika azért így a lébe legyen jó. Egy picit a teteje kilóg, az nem baj, de azért nagyjából, hogyha ez nagyon nincs meg, akkor inkább öntsetek rá egy kis vizet, én is nyomok hozzá még egy deci vizet. Kb. 30-35 perc kell a mi kis paprikáinknak, hogy kész legyenek. Ha megvannak, 3 teáskanálnyi keményítőt keverjetek el jó alaposan egy deci hideg vízben, és öntsétek hozzá a paradicsom szószhoz. Finoman mozgassátok össze, főzzétek további 5 percig, a végén pedig tálaljátok sós főtt krumplival. Vega töltött paprika, ahogy én csinálom itt a Street Kitchenen. Van még egy csomó húsmentes isteni kajánk, azokat is csekkoljátok. Csőváz! A kreatív és fenntartható receptek támogatója a Creaveg.